Sok van a rovásán a 25 éves férfinak, a gyanú szerint 8 bűncselekmény, főleg lopás köthető a nevéhez, melyeket július és szeptember között követett el Mártonban. Több járműből és boltból is lopott, de volt, hogy a sportcsarnok öltözőjét rámolta ki, vagy épp kerékpár tolt el jogtalanul. Az ügyek egyesítését követően a Kunszentmártoni mártoni rendőrök előállították a férfit, hétrendbeli lopás és garázdaság gyanúját közölték vele, majd őrizetbe vették és indítványozták letartóztatását.